Üdv! Szia! Mai témánk valami olyasmi, hogy Mavraken, vagy valami ilyesmi, ugye? Hát egészen pontosan ugye ezt a nagyon túltolt fantázia nevet, ezt én találtam a kékenek, ugye Mavraken 800. Miért? Mi ez a Mavraken? Hát ugye Maverick és ugye Krakennek a keveréke. Ez a nem is tudom. Igazából biztos vagyok benne, hogy biztos, hogy szélsőséges lesz, vagy valakinek nagyon tetszeni fog, és ugye magyar szlengelé, ugye, hogy nagyon paraszt, vagy pedig az, hogy ez rohadt ronda. Tehát mindenféleképpen szélsőséges lesz a fogadtatása szerintem, átmenet biztos, hogy nem lesz a történetben. Tehát én nem érzem azt, hogy valaki ezt semlegesen fogadná ezt a gépet. Tehát ez egy Maverick és egy Krakennek a kombója, de ott van egy Ra. Az mi? Igen. A Ra az ugye, hát ugye egyrészt ugye a magyar asszociáció, ugye, hogy Mavraken, ugye, hogy Kraken, mert ugye fordítva meg nagyon hülyén adja ki, egy kis ilyen orosz és franciát is belevehetünk akcentus tekintetében, úgyhogy ez az egyik, a szójátéknak az egyik része. A másik része, hogy benne van a Ra, az azt jelenti, hogy benne van Ró alkatrész is van benne, mégpedig lenne a szívfeszítő modul kompletten, de csak hogy igazán tudjam tetézni a dolgot, ugye egy dolgot észrevettem, és ez kapura jött egyébként, tehát a szerencsétlenség az az volt, hogy a Ró-hoz nem kaptam az általam preferált modellboltból szívfeszítő görgő nem volt. És ekkor viszont nem estem kétségbe, mert ugye volt TB70-em, és a TB70-nek a szívfeszítő, vagy akár szívvezető görgője az ugyanez, egy az egybe, csak annyi különbsége, hogy ha jól emlékszem, de biztos, hogy jól emlékszem, kb. 2 mm-rel magasabb a profilja, a magasabb a vezetett felület, és így több, úgy voltam vele, hogy még jobb is, hogy azt tudom megvenni, mert így akkor nagyobb lehetőséget ad arra, hogy tudod, hogy térben hova pozícionáljam, mert hát azért ez így marha hangzatos, hogy beleraktam, de ez nem plug and play volt. Aha. Ha jól tudom, azért ezzel nem kevés időt töltöttél el, csak a szívfeszítő görgő berakása azért az nem volt egy egyszerű mutatvány. Csak az nem volt egyszerű mutatvány, azon kívül minden más egyszerű mutatvány volt, mert gyakorlatilag ugye a farokszi fogadó konzol, cikkszem szerint pontos minden. Egyetlen egy a szíj előtt kitérnék egy dolog, tehát a szívvezető előtt ugye kitérnék egy dologra, ami nem volt benne jó, ugye amit elrontottam, és annyira nem vagyok tőle boldog, hogy ez egy Kraken V1. Ugye a Kraken V1, abban ugye nincsen se szívvezető görgök, illetve se szívfeszítő modul. Na most ez egy cirka 2 méter 10 centi végtelenített szíj van benne, de ugye maga a szíj sem volt egyszerű, mert a Kraken V1-nél ugye hátul van az a másodlagos tengely, ami ugye hajtja a farkat. Emiatt ugye hát nagyon sokan tudják, hogy ugye az új, tehát a 700S, a Ró, az Urukkáj és a gyári Maverick hajtóműháza és ugye az oldalsó elemek azok másak, hiszen ugye rendelkeznek szívvezetővel és szívfeszítővel, ez, ugye ezek a mind a négy általam az előbb felsorolt gép. Viszont a Kraken V1-nél ugye van egy másodlagos tengely, ami ugye végzi, ami ugye az elevátor szervónál van, alatta, bocsánat, az hajtja meg ugye a farok szíjat. És emiatt egyébként egy az egybe egy Kraken 700S-re rá lehet építeni a Maverick-et. Mert gyakorlatilag csak akkor a Maverick-hez való szíj kell, Maverick farok kompletten, ugye a háromlapátos mechanika, faroktolóruddal, és a szíj is ugyanúgy jó hozzá. Viszont ebben az esetben ez egy kicsit huncutabb volt, mert ugye a másodlagos tengely miatt ugye rövidült a fesztávolságunk, mert 2250 mm a végtelenített szíja a Mavericknek, az Urukkáé 2160, a Ró-é viszont 2060. És egyben a Kraken 700S-nek is 2060. Na most itt volt az első huncut csavar a történetben, hogy nekem 2100 mm-es kellett, 2100 mm-es végtelenített szíj kellett. Így szíj az, hát bevallom őszintén nem volt bonyolult szereznem, 2 telefonhívás után
egy szíjakkal foglalkozó elég nagy boltot kerestem meg Magyarországon, tehát ők eléggé nagy név a piacon, mindenük van ugye pincétől a padlásig, szokták volt mondani. Elmondtam ugye a Craik & V1-nek a gyári farok szíja az Gates. Aha. Ez ugye ipari felhasználásban is van, ez a méretű 3M, ugye ez a 3 mm-es fogazatú szíj, ez van a Gates-nek, tehát ipari felhasználási környezetben. Aha. Így ugye a forgalmazó céget fölkerestem, elmondtam telefonban, hogy beazonosítottuk telefonbeszélgetés során cikk számra a Gates szíjat, és mondtam, hogy ezzel egyenértékűt szeretnék, de 2100 mm hosszúságban. Aha, aha. Megvettem, tehát megrendeltem, megvettem, fölraktam, működik. Na hát igen, a szívfeszítő modul az ennél hosszútabb volt, hiszen a Craik & V1, emiatt egy picit megbántam, de ez volt talán a szépsége a dolognak. Este 18 órától, tehát 6 óra, este 6 órától, mire az utolsó csavart leszorítottam a szívfeszítő modulnál, az 22 óra 40 valahány perc volt. Tehát cirka több mint 4 óra telt el ennek a pozícióba szerelésével. Több mint 10-szer szedtem szét a szívfeszítő modult, mert ugye így állt a sín, akkor vagy erre nézett a görgő, vagy erre nézett a görgő, vagy itt volt a csukló rész, de a görgő lefelé nézett, de a görgő fölfelé nézett, tehát az összes variánst végig kellett játszanom ahhoz, hogy megfelelő pozíciót megtaláljak, hiszen ott nem túl sok hely van, ahova én a vezető sínt föl tudom fúrni, és ne szépítsük, egyetlen egy fúrási lehetőségem volt. Semmi több. Ha azt nem jó helyre fúrom, ha azt nem jó pozícióba fúrom, egyéb lukat egy milliméterrel arrébb a fúrat átmérő miatt már nem tudok fúrni. Hisz nincs hely. Vagy ugye a farok szíj tartó, az a vas fémből készített konzol, vagy annak a felső része volt útba, vagy pedig a hajtóműháznak az alja. Az az alsó fém szintén. Tehát a két fém, tehát nagyjából ez így áll, és akkor nekem abba a két, a kezem között lévő részbe kellett ugye még XY tengely magasságot eltalálnom, amire volt igazából 4,5 mm-em a kettes furathoz. Aha, aha, aha. Oké. Nem volt egyszerű. Akkor nem. Most fölteszem a kérdést. Miért? Miért építetted ezt? A narancs kréken az nekem nagyon tetszik. Van ugye narancs ró, meg még zárójelben visszatérnék egy pillanatra, hogy egyébként tovább tartott a farok szívfeszítő modult fölraknom, mint amennyit a rózsaszín rót összerakta. Aha. Tehát így, és akkor, hogy miért? Azért, mert ugye már akik ismernek, többen tudják, hogy régóta szerettem volna 800-as helikopter, 800-as méretű helit. Nem azért, mert hogy én azzal most hű, de nagyon 3D-zni szeretnék, vagy hogy 3D-ben azzal gyakorolni, tehát nem volt ilyesfajta fétisem. Csak már a T-Rex 800 DFC az már igen öregedő típus, és már úgy kell hozzá vadászni a alkatrészeket. Mikado logó 800, szintén nem egy mai konstrukció, ám de van hozzá alkatrész, mert még futómodell. Más piacon jelenleg forgalomban lévő gépről nem is nagyon tudok, sőt igazából csak a Logo 800-ról tudok, mert a T-Rex 800-at azt mostanában nem, valamiért nem látom, olyan, mintha időszakosan jött volna ki a dolog, de lehet, hogy rosszul tájékozott vagyok egy kérdésben, de mindegy, akkor legyen két darab van a piacon, Logo 800 vagy T-Rex 800, a többieknek ugye nincsen, a Maverick az úgy, ahogy van nekem csúnya, tehát azzal a kabin kiképzéssel, meg azzal a rakéta kilövő állomással, én nem tudom, hogy a designernek ezzel mi volt a célja, már rég lenne, hogyha szép lenne. Úgyhogy emiatt a narancs kréken az nekem nagyon tetszett, és úgy voltam vele, hogy készítsünk valami egyedit. Persze a mérnököket én nem akartam újra föltalálni a kereket. Nem akartam én a mérnököknél okosabb lenni. Úgyhogy a szívfeszítő modult leszámítva, amit tudtam, hogy csak pozícióba kell fölfúrnom, én nem akartam semmilyen más módosítást ezen a gépen végezni. Tehát hogyha egy az egyben nem ment volna föl a farok, a Mavericknek a farok, a Krékennek a testre,
el is engedtem volna a történetet, csak azért vágtam neki, mert ugye ugyanaz a tartó konzol cikk számra pontosan, tehát innen ez adta magát, hogy biztos, hogy jó lesz hozzá. Ez volt a meghívó, ez volt a hívószó. Így van, tehát gyakorlatilag egy olyan jó pár, hát szerintem egy olyan 20-30 percet eltöltöttem azzal, de nem többet, hál' Istennek. Ugye bal meg jobb képernyőre, balra kitettem a Krakennek a manuálját, jobbra pedig kiketettem ugye nem a Mavericket, hanem az Urukkájnak a manuálját, és akkor elkezdtem összehasonlítani a cikkszámokat, még a lapát befogót, meg a main rotornak a hubját is megnéztem, például ugye az különbözik persze az Urukkájé, illetve a Maverické a Krakentől, de mondjuk ezzel nem túlzottan zavartattam magamat. Úgyhogy így végig böngésztem igen a cikkszámokat, hogy akkor mi stimmel, meg mi nem stimmel. Mennyi időt telt el az ötlettől a megvalósításig? Hűha. Három hét. Én bevallom őszintén, nem láttam több ilyet a piacon, de majd, hogyha bárki tud ilyet vagy ehhez hasonlót, akkor szóljon, mert én nem találtam, hogy bárki lett volna annyira hülye rajtam kívül, hogy ezt a dolgot megvalósítsa.
Repültél ezzel a géppel. Milyen? Nagy. Nagy. Tehát nem voltam szégyellős, egy az egyben ráraktam a Mavericknek a farkát, ez azt jelenti, hogy a három lapát ráment, a három lapátos szett. Ugye az átépítéshez szükséges alkatrész listáját kivéve a szíjat, mert az egyedi méret, azt ugye szint úgy prezentáltam irányodba, ott cikkszámra pontosan ugye, hogy mik minden kellett ehhez a hadművelethez, az ott szerepel. Tehát a három lapátos farok van, és akkor abban nem voltam megal, tehát nem volt megalkuvás. Tehát, hogyha három lapát és 115 van a Mavericken, akkor 115 lesz rárakva, és a Saab TBS 115 került rá. A rotor fejjel pedig úgy voltam, hogy a Logo 800 ugye a legnagyobb, ami a piacon kapható per pillanat, az annak kereken 1800 mm a rotor átmérője. Ha jól láttam, egy németországi boltban még a Saab 800 TBS raktári téterként jelentkezett, de hát itt ugye elővettem a Krékennek a manuálját, rotor átmérő, visszavonjuk, hozzáadjuk, így sem voltam megalkuvó, ugyanis 810 rotorteket megvettem rá, úgy, ahogy a Logo 800-on van, de sajnos csak 1798 mm tudtam produkálni. Tehát 2 mm mínuszban vagy. Így van, úgyhogy még mindig a Logo 800 az még sajnos még mindig nagyobb. Aha. Természetesen persze a Logo 800 az ugye más dimet, tehát ugye más a test, más a felépítés. Valóban ez egy stretchelt helikopternek tűnik, de a Mavericknek a farok tömbje az például ugye vastagabb, amit szintúgy majd a képeken látni fogsz, és akkor ugye mivel van, hogy úgy kukáztam össze a dolgokat hozzá, tehát ugye kijebb kellett ezáltal a bódétnak a csatlakozási pontját kijebb kellett tennem, és hát ugye itt van találtam, ugye a Saaboknál van ugye ez a bronz vagy réz persely, amit az FBL tartó konzol alá kell tenni, de én mivel a gumilábakat alkalmaztam, ami szint úgy benne van, ezért ez marha jól jött távtartónak. Úgyhogy a csatlakozó patent ki, hosszú csavar be, távtartó 3-3 darab jobbról balról, már úgy értem, hogy jobb fül bal fülnél 3-3 darab, meg egy-egy pici alátét, és akkor már síkol, még egy kicsit kell kozmetikáznom a kabina, hogy az elevátor szervónál ugye még nyitva van, de ugye jobban betörik a kabin, mint ahogy a Mavericknek a farok íve megy. Azt még majd valahogy kozmetikázom, de ezért kövezzenek meg a legjobban, mert biztos vagyok benne, hogy abszolút megosztó lesz, tehát nem lesz átmenet szerintem, hanem vagy tényleg nagyon jónak fogják ezt tartani, meg engem egyben egy jó értelemben bolondnak, vagy pedig az, hogy mi ez a rusnya, és hogy megszentsételítettem a nagy hárombetűs gyártót. Szóval azt mondtad, hogy nagy, de mégis hogy viselkedik a helikopter a levegőben? Hát, hát nem, én 1700-as fordulatszámot céloztam meg, most az volt a tesztüzemmód, 1750 egészen pontosan, és hát nem tudom, én így valahogy semmihez nem lehet hasonlítani. Tehát nincs, pedig már nem az első 700-as gépen van, meg össze, nem is az elsőt törtem már össze. Mondjuk nem vagyok nagy pilóta, pró pilóta, félreértések elkerülése véget, de nem tudom. Tehát egyszerűen ez megindul. Én nem tudok, tehát hiába visszavettem a pitchből, nem 13-as pitch-el repülök, hanem 12,6-re állítottam be. A farok is nagyon jól vezethető, nagyon stabil, elég nagy szél volt most a próbaüzem során. Nem nagyon érdekelte a gépet, hogy nagy szél van. És egyszerűen, tehát valami, tehát aki nem lehet ezt elmondani tényleg, nem azért halandzsázok, nem lehet elmondani. Aha. Nem lehet elmondani. Majd látni fogjuk. A gépnek akkor is mondom, tehát a viselkedés kultúrája, tehát mondom nagyon, tehát nekem más, nem tudom ezt is szavakban elmondani, ezt ugye érezni kell, repülni kell vele, hogy érez az ember a különbséget. Persze mondom, így stretchelt helinek néz ki, ami tény,
de azért az 1798 mm-es rotorátumével, meg hozzá ugye a nagy farokkal, hát amikor azért az ember belehúzza egy fél pilóba, hát ott mindent látsz magad előtt, csak egy stretchert helikoptert. Aha, aha. Tehát ott akkor minden. És ugye 12 cellából egy olyan, hát így, most ez így első blikre, ilyen kényelmesen elrepül ezen az 1750-en, ami sok, tehát 1650 bőven elég lesz neki. Uh-huh. 4,5 perc és 4 perc 40 környéki a repidőm. Uh-huh. 1350-en viszont 5 perc 40. Uh-huh. És ugye 12 cellában van, semmi extra. Annyi, hogy természetesen az áttételezést le kellett ehhez az alacsonyabb fordulathoz módosítani, hogy a motornak azért legyen fordulata, hogy ne forrósodjon. Uh-huh. Jó, köszönjük szépen! Én is köszönöm!